Idén is együtt böndörödtek a maroshegyiek szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárnál. A 16. alkalommal megrendezett maroshegyi böndörödő szüreti mulatságon ezúttal is színes programokkal és családias hangulattal várták a városrész lakóit. A hagyománnyá vált esemény azt idézte föl, hogy régen ezt a területet nagy szőlőföldek övezték, így minden évben fontos alkalom volt a szüret időszaka. Sok szőlő eltűnt, de mivel volt egy ilyen hagyománya a városrésznek, ezt a hagyományt szerettem volna egy közösségi rendezvény formájában újraéleszteni annak idején, mert hogy én voltam az ötletadó gazda. Akkor Adorján Viktor volt a Gárdonyi Művelődési Ház igazgatója, és az Adorján Viktor fejéből röppent föl ez az ötlet, ez a gondolat, hogy ahogy pöndörödik a szőlőnek a levele, ebből találta ki azt, hogy akkor nem böndörödő lesz, hanem böndörödő. Az egésznapos programon idén is szerepet kapott a főzés öröme. 9 csapat települt ki és készítette el a kedvére való ételt. A legkisebbek számára a szervezők 6 szüreti állomással készültek, ahol a feladatok keretein belül a gyerekek például a hordógurítást és a puttonycipelést is kipróbálhatták. A felállított színpadon pedig különböző műsorok kaptak helyet, délelőtt 10 órától egészen este 7 óráig. Minden évben igyekszünk minden korosztályt megszólítani a böndörödön. A délelőtt folyamán mindig a maroshegyi intézmények gyerekei és fiataljai tartanak bemutatót, illetve a Gárdonyi Géza Művelődési Házba járó csoportok is bemutatkozhatnak. A délután folyamán pedig gólyalábasokat várunk, gyerekzenekart, egy énekest, szingvikit, illetve a napzárásaként pedig a happeningben fogja szórakoztatni az embereket, akik azért táncos zenés műsort hoztak, úgyhogy ott azért lehet táncolni is. A maroshegyi program évről évre nagy érdeklődést vált ki a fehérvári családokból. Ezúttal is gyereknevetéssel és zenével telt meg a művelődési ház előtti tér az őszt és a szüretet ünneplő napsütéses szombaton.